Adjon Isten mindenkinek. A helyi ilyen bazáros, ilyen netes bazáros zéről vettem fel. Ez volt eredetileg, de elkezdett tereszteni az egyik. És hát ha a gumishoz elmegyek, akkor elég sokba kerül megcsináltatni, meg mit tudom én. És vettem inkább felnit, ez 17-es. Van rajta 225/50 R17, 98W, meg a másik, hogy 21-es a gumi, az az annyira nem öreg, attól függetlenül, hát mint az annyi van rajta, hogy ezt a nyarat kibírja. Valaki ilyen puha kerékkel járkált vele, mert a szélei vannak megkopva. A közepén meg még van egy olyan, hát nem is tudom, olyan 5 mm. Itt vannak a régiek, már nem is tudom, hogy valamelyik. Igen, ez a puha, de amúgy attól függetlenül ennek is el van járva. Hát ezzel kaptam az autót. Itt van még a maradék kerék. Itt a másik kettő, ez is olyan, hogy itt lehet látni, hogy itt még van egy kicsi vágás, itt meg már nincs, innen lekopott. Ott is ugyanaz van, hogy a külső élei vannak elkopva a gumiknak egy kicsit. Ez vagy futómű beállítás, meg egyben puha kerék is, de attól függetlenül itt még lehet, hogy látni, hogy még van minta, szóval nem fog vízen futni, vagy felfutni a vízre. Hát erre jó, erre a fél nyára még jó. Hát igazából ez a Good Ride, ilyen teszkós gumi. Ezeknek annyi hátrányuk van, hogy jól fognak többnyire, a kínai gumik is, csak gyorsan kopnak. Ja, meg hát újra itt van a mopo autó. Robi be akar szállni. Nem nyomkodsz el semmit, csak... Oké. Úgyhogy ez is megkotlott. Valami rángat. Rángat a váltóval van valami. Ki tudod nyitni? Tudod, hol kell kinyitni? Ott. Ezt így meghúzod. Na, kinyitod? Jó. Na, szóval, hát ezeket cserélgetem. Jó lesz, erre a nyára elég lesz. És így nem kell gumishoz mennem. Meg, hát a 17-es szebb. A súlya az nem tudom. Amúgy nem érzik nehéznek ez a felállni, mert viszonylag ritka. De poén kedvéért lehet, hogy lemérem, hogy ez milyen nehéz, meg a gyári 17-es, a full gyári 17-es, az szerintem egy kilóval nehezebb lesz, mint ez a utángyártott. Ez a full gyári, tudjátok, ez a tömör, aminek nincs közepe, ez a közepe hiányzik, nincs üreg. És azért a gumisok nem nagyon tudják, úgyhogy valószínűleg ezt a télit lejárom, azt eladom, mert hát vagy ha vállalja valamelyik gumis, akkor rakatok rá másik téli gumit. Ezt sokan megszóltátok, hogy ez a gumi öreg, de hihetetlen jó állapotban van, és nagyon jól tapadt az úton. Hiába öreg, ez egy pajtában volt. Úgy vettem, hogy nem volt használva, még a szőröcskék rajta voltak. Úgyhogy ez is épül a tároló oda, és azonnal utána megy be, hogy ne éri az UV, mert az UV teszi tönkre amúgy. Ez most nagyon nem teszi jót neki, hogy itt van, hogy itt éri a nap, de hát nem tudok mit csinálni. Most pillanatnyilag nem tudom hova berakni. Na, jó van, cserélgetem, kerékcserét már láttatok 3 milliószor, csak így bejelentkeztem, hogy ne mondjátok, hogy honnan van ez a kerék. Hát 200 euróért vettem az összeset, egy ilyen internetes, ilyen használt weboldalról, ahol használt cuccokat árulnak. Na, nézzük a súlyozást. Elsőnek legyen ami rajta volt, ez a 16-os nyári. Ez ott vagy te! Ott vagyok én, igen, a kamerába. Na, nézzük. Az olyan, mint a nézek messzét.
Na látszik? 17,7. Ez nagyon könnyűnek számít a 16-os felnék között. Ez egész jó. Meg ballonos gumival, és ahhoz képest ez hát 20 kilóig én azt mondom, hogy az jónak mondható. A 16-os felni. Amúgy itt lehet látni, hogy a gumi már szét van repedve. Szóval hát 17-es a gumi, amitől most megválok. 17-es évjáratú. Csak ezek a érdekes mód, ezek a nagyon márkás gumik, mint a Michelin, meg amit tudom, ezek úgy nem tudom, mostanában ilyenek, hogy hamarabb repednek szét, mint ahogy elkopnak. Most jön a, amit rárakok, ez 17-es felni, egy számmal nagyobb, úgyhogy várhatóan nehezebbnek kéne, hogy legyen, vagy nehezebbnek kéne lennie. Amúgy emlékszem, az Alfának a 17-es felni ilyen 21 kiló volt, vagy valami ilyesmi. Na nézzük, ez mennyi. Az 8. Ott van 19, 82. Úgyhogy hát több mint 2 kilóval nehezebb, mint az előző volt. Érezni is fog a súlyán, meg mindenen. De hát ez peremvédős, itt valószínűleg a gumi is nehéz. Na, jó, most nézzük meg gyorsan a gyárit, a gyári 17-est, a tömör. Itt a gyári 17-es téli gumival. Nem tudom, hogy dob-e rajta valamennyit, hogy téli gumi van rajta, de egy pár, hát olyan 100 gram szerintem a szögek benne. Bár alumíniumból van a háza a szögnek. Na mindegy. Mindjárt megnézzük, ez mennyi, szerintem ez 20 kiló fölött lesz. Bőven. Mert ez nagyon nehéznek érzik. Bizony. Az 5-9-es. Wow. Itt van 21-29. Ez a legnehezebb. Pedig küllős, meg minden, de valahogy ez érzett is, mikor vezettem, hogy ez egy nehéz, ez egy nagyon, nagyon nehéz felni. Hát ezt majd, ha lesz egy kis időm, akkor ezt vissza kéne csiszolni, és újra kéne festeni, mert ez így elég gáz. Azt szerintem fog erre törni fog. Hát igen, a festék eltört, látod? A festék ez van. Eltelt egy pár nap, és itt van ez a Bistron, nem tudom milyen gumi, B, van még valami más neve, T005, Turanza, na mindegy, ez nagyon-nagyon le lett sajnálva az én szemembe, ilyet még egyszer nem. Egy azért, mert nyilván repedezik, már nagyon, hát nem azt mondom, hogy fiatal, de eléggé hamar elkezdett repedezni. A másik meg az, hogy most jöttem rá, hogy ez a gumi, ez nem jó. Hogy nem is tapad, meg cserébe nagyon-nagyon hangos. Felraktam a másik gumit. És most mentünk vele egy pár napot, hát egy mennyország, komolyan nem ráz. Úgy siklik a, komolyan, mint a vajon, úgy siklik az aszfalton, nincsen semmi hangja. Akárhogy rugom az autót, tényleg megnyikkantani nem tudja a kereket. Ez simán elforgatta egyesbe. Kettesben már nyilván nem, mert a motorban azért annyi erő nincsen. De ezt meg se tudja nyikkantani, nyilván 225, ne is nem 205. Pedig ez egy elég ilyen csúnyán elhasznált gumi.
és mégis annyira nem rázza a kormány, gyönyörűen siklik, nagyon csöndesen megy az autó, nem pattog, mert én úgy voltam vele, hogy hát 17-es az, akkor az biztos már kemény lesz, és már pattogni fog, és egyszerűen bámulatosan, gyönyörűen, nagyon szépen viselkedik tőle az autó, le vagyok döbbenve. És megkerestem ezt a gumit, amúgy megkerestem ezt a gumit, ez a Good Ride, vagy mi anya, vagy valami olyasmi, meg ez a Super Eco Z107. Vannak ilyen weboldalok, ahol a tulajdonosok véleményezik a gumiabroncsot, és az 5 pontból 4,9-et kapott. Nagyon jó ez a gumi, lehet hamar kopik. Meg lehet, hogy kínai, vagy nem is tudom, hogy hol gyártották, meg kéne gyorsan nézni. Szóval nem... Hogy made in micsoda. Még így hirtelen nem látom, de mindjárt majd mondom, hogy hol gyártották. A másikba bele volt írva, hogy magyar. Ebben nem biztos, hogy bele lesz írva bármi is. Nem, nincsen beleírva, hogy ezt hol gyártják. Gumisok biztos tudni fogják. Nagyon-nagyon jó gumi. Szóval most tisztult le, ja és olcsó. Most tisztult le bennem, hogyha a Zsuzsiére venni kell, mert következő nyára venni kell nyári gumit, akkor ilyen gumi lesz. És nem más. Mert ez iszonyatosan csöndes, és a Zsuzsiének nagyon fontos lenne, hogy csöndes legyen a gumi, mert ennek az autónak az zajszigetelése az, hát mondjuk úgy, hogy eléggé kevés. És amúgy ez is egy öreg gumi, bizony 18-as. Ott van, 18-as a gumiabroncs, ez nem repedezik. Mi is ez? Ez Hankook. Lehet ez is magyar lesz. Made in Hungary, ez is magyar. Ott van. Úgyhogy ez nem repedezik, de már viszonylag közel van a hát még van 2 mm a kopóból, de Zsuzsi, mennyit megy, ez a következő nyarat már nem bírja ki. Szóval amikor meg lett véve az autó, akkor ezen még nagyon jó gumi volt, most már így 20 ezerrel arrébb, már kevésbé jó, hát 18-as. Úgyhogy télit is venni kell rá, meg majd következőre, majd nyárit. De most már tudom, hogy mit veszek. Nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve. Egyszerűen utoljára akkor éreztem ilyen csodát, mikor a Dunlopnak a sport gumiját használtam, Dunlop Sport, hogy az fel lett rakva az autóra, és az a kormányreakciótól kezdve a minden, a hang, a tapadása, egyszerűen így, és előtte Michelin volt. Fel lett rakva a Dunlop, és olyan, mintha komolyan ilyen óriási szakadék volt a különbség. És itt is ugyanezt éreztem, hogy sokkal jobban viselkedik. Sokkal. Hát most ilyen hangtalanul suhan az autó. És direkt kipróbáltam, hogy csúszik-e, és nem csúszik. Vizen még nem próbáltam ki, mert nem esett annyi eső, hogy bár akkor, amúgy akkor csúszik az aszfalt a legjobb, amikor csak így esett rá egy ilyen nagyon kis, gyenge kis réteg, és akkor ott van még rajta a por, meg ott van rajta az eső is, és akkor csúszik a legjobban. De nem csúszott meg, úgyhogy próbálgatom itt a gumit. Ja, meg a keréknyomást azt be kellett lőni, mert hogy is volt? Hát 3 bár volt az összesbe. Úgyhogy visszavettem a gyári méretre, a gyári nyomásra, elő 2-5, hátul 2-3, mert 3 bár volt benne körbe az összesbe. És akkor se pattogott, akkor se dobálta, nem rázott, nem semmi. Semmi, nagyon jó ez a gumi, mindenkinek ajánlom. Nagyon, ja, hát meg az, hogy a felné is, hogy nem üt, mentünk vele 140-nel, és a kormánynak egy nyikkanása sincsen, ez semmi, pici rázás, semmi. Semmi nincsen. A másiknál, hát az valószínű, hogy valamit kapott, mert mikor felraktam, akkor nem rázott, és most már így az utóbbi időben már úgy egy bizonyos tartományba, ilyen 140 és 150 környékén, 140 és 150 között
Szóval 140-nél nem rázott, 150-nél nem rázott, a 145 körül kicsit rázta a kormányt, és akkor vagy fölötte megy az ember, ilyenkor vagy alatta. Nem tudom, valami, vagy elhagyott egy súlyt az egyik kerék, vagy nem tudom, de az egyik az rázott. Lehet, hogy valahonnan lerepült egy súly, mert előfordul, hogy nem jól van felragasztva. Vagy benne van valami, vagy benne volt valami. Valami jó nagy kavics. Tehát az tényleg jó nagy kavics kéne, hogy annyira érezzen. Mert tényleg rázta. Na. Szászónak is egy a vége. Nyugodtan vegyétek ezt a gumit. Én nagyon elégedett vagyok vele. Úgyhogy ez a Good Ride Eco. Mi is? Super Eco. Z-vel. Nem szuper, hanem Super Eco. Z107. Nagyon jó gumi. Kitettek magukért. Ha kínai, ha mit, nem érdekel, ki gyártja. Lehet, hogy Európába gyártják, lehet Kínába, nem érdekel. Ami jó, az jó. Sziasztok!